Good morning. My name is Victor Abraham and I will be your MC upstairs later on today. But now, let me welcome the first night on the Hector. Engedjék meg, hogy az első lovagot üdvözöljem. Sir David Pepper volt az igazgatója az Egyesült Királyságban az elektronikus hírszerzési és elektronikus információbiztonsági hivatalnak, jelenleg pedig az igazgatóság elnöke, a Deloitte-tal dolgozik, cyberkockázat, illetve egyéb nemzetbiztonsági kérdésekben. Sir Pepper pedig a cyberspace evolúciójáról beszél, és a jövő trendjeiről. Üdvözöljék tehát Sir David Pepper. Thank you very much. Thank you for nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Az előadásom egy PowerPoint mentes dolog lesz. As Victor said, I'm going to talk about evolution in a particular, very particular way. Evolúcióról fogok beszélni egy különleges megközelítésből, nem technológia szempontból, hanem az emberekről, a szervezetben lévő emberekről, akik részt vesznek bizonyos olyan tevékenységekben, amelyekről itt a teremben a legtöbben gondolkodnak és amit dolgoznak. Az előadás címének Cyberspace és azon túl evolúció és cselekvés. Két dolgot akarok ezzel mutatni. Az egyik nagyon egyértelmű, hogy a malware-ek elleni harc, illetve az ellenük folyó küzdelem pedig egyféle fegyverkezési csata, harc, ugyanis, mint az evolúció, ahol a túlélésről van szó, a túlélésért folytatott küzdelem, cselekvés, ellencselekvés. A második felvetés talán kicsit más. Az evolúció nem csak a cyberspace-re korlátozódik, hanem a valódi világban is megtörténik a szervezetekben, azokban, ahogy az emberek viselkednek. Egyébként az evolúciót mozgató nyomás elsősorban a valódi világban jelentkezik, és nem a cyberspace-ben magában. Tehát is szeretném megvizsgálni ezeket a területeket, az embereket, azt, ahogy a szervezeteknek fejlődniük kell, hogyha szeretnének megmaradni és működni az internet uralt a világ, egyre inkább internet uralt a világban. Az analógia az evolúcióval talán nem pontos, mert sok másféleképpen lehet szerintem ezt támadni, de azért mégis egy érdekes elemzéshez vezet arról, hogy milyen nyomás jelentkezik az emberekre, a szervezetre nézve. Ezt szeretném egy kicsit vizsgálni. Nagy valószínűség egyszer vagy kétszer vissza fogok utalni arra, amit Jeff mondott, mert nagyon-nagyon mellbevágó volt, amit mondott, hihetetlen mértékben emlékeztetett a régi, ugye hírszerzési világban dolgozó kollégáimra, de főleg azért, mert sok dolgot említett, amik összefüggésben vannak azzal, amit én is szeretnék mondani emberekről és szervezetekről, illetve arról, hogy működnek. Tehát bár sem így, sem úgy nem egyeztettünk az előadásunkról, mégis nagyon sok kapcsolódási pontot találtam. Szeretném először is kezdeni a legfontosabb kategóriáival, a fenyegetéseknek, tehát akik a fenyegetéseket létrehozzák személyekről. Azt hiszem, hogy ez azért fontos, mert hogyha az ember a konzekvenciáit szeretné elemezni egy adott cselekvésnek, akkor mindenféleképpen kell tudni a célját, azt, hogy minek érdekében hajtják végre, milyen motiváció vezérli ezeket a cselekvéseket. Tehát a legegyértelműbb kiinduló pontunk azt hiszem a cyberbűnözés kell legyen, ez alatt bármilyen pénzügyi lopás, csalásra is gondolok, ez egyének ellen irányulhat, például banki adatok adathalászás módjával, vagy pedig cégek ellen, ez potenciálisan bármilyen céget érinthet az interneten, vagy pedig maga az állam is lehet a célpont, tehát olyan bűnözők, akik az interneten keresztül próbálnak esetleg például szociális segélyt csalni. Nem tudom, hogy bárki, amit hallott eddig becsléseket, az biztos, hogy egyetértünk, hogy több száz, több tíz, több száz milliárd dollárról beszélünk évente. A cyberbűnözés az első. A második kategóriám a cyber hírszerzés, cyber kémkedés. Tehát országok próbálják megszerezni más országok titkait az interneten keresztül. Szembeötlő egyébként az a kémkedésnek ez a megközelítése, elviekben semmilyen módon nem
nem különbözik a régi megközelítésektől, amivel próbáltak államok másik államokról információt szerezni, betörni egy irodába, vagy pedig egy kémet telepíteni, vagy valakit lefizetni. A tárgy nagyon hasonló, tehát a tárgy az majdnem ugyanaz, és nagyon sok hasonlóság mutatkozik a technikákban is. Nagyon egyértelműen kijön Jeff előadásában. Mi mindent kellett csinálni, ahogy ő mondta? Hát az valami olyasmi lehet, hogy mint egy réges-régi kém, akit beépítettünk, ugyan ilyen legendát kellett teremtsen. Azonban mégis több előnye van a cyber kémkedésnek a régihez képest. Óriási mennyiségű adat elérhető online, nagyon jelentős számú alternatív megoldások, az összes lehetséges személyes e-mail cím, amiben bele lehet menni, hiszen nem egy irodai fiókot kell föltörni, hanem csak több e-mail fiókot elegendő. Ha az embert elkapják, akkor az összes Jeff által alkalmazott technikával, és amit szerintem önök is jól ismernek, virtuálisan lehetetlenné válik önökre rábizonyítani. Ha meg valakit ugye tetten érnek egy irodába, könnyöke benne a fiókban, nagyon nehéz kibújni alóla. A motiváció azonban a konvencionális és a valódi cyberbűnözés mögött nagyjából ugyanaz. Egy nagyon fontos variánsa ennek az egésznek, ami nagyon fontos manapság, az ipari kémkedés kérdése. Cégek, akiknek kereskedelmi titkait lopják el, üzleti titkait lopják el. Tehát gyakorlatilag, amiről eddig beszéltem, ugyanígy érvényes ugye az ipari kémkedésre is, beleértve az összes előnyét. Tehát egy ország, aki mondjuk szeretné ellopni az üzleti titkait egy másik országnak, sokkal könnyebben teheti meg, biztonságosabban teheti meg azáltal, hogy mondjuk az, hogy a küszöb alatti online biztonságot használja ki, vagy akár valakit lefizet. Tehát bárki, aki a belső folyamatait az internet által sebezhetővé teszi, hozzájárulhat ehhez. Ugye két dolog elkülöníthető, tehát az állami kémkedés és az üzleti kémkedés. Ezek átfedésbe kerülnek, ha védelmi parról esik szó. Tehát ha védelmi titkokat akar megszerezni valaki, sokkal könnyebb lehet egy állam számára, hogyha a védelmi iparban aktív cégeknek a hálózatain keresztül mennek, és nem az adott honvédelmi minisztériumot célozzák. Teljesen tisztában vagyunk azzal, hogy ezen kémkedési problémák, legyen az üzleti, védelmi vagy állami, teljesen tényszerűek. Az karrieremnek a vége felé gyakorlatilag ezek domináltak, annak ellenére, hogy nem vettük komolyan. Egész egyszerűen úgy gondoltuk, hogy hát ezek olyan problémák, amit a kíberek ugye kitaláltak, és ezek nem is sürgetőek, de hirtelenben rádöbbentünk, hogy nagyon is valódi a probléma, manapság pedig már nagyon is komolyan veszik, nem csak a kormányzat szintjén, hanem a védelemiparban magában is. Említhettem volna a kritikus nemzeti infrastruktúrákat is, a víz, az elektromos ellátó rendszerek, vagy az energiarendszerek mindenféleképpen ilyen szempontból érdeklődést felkelthetik más országban, vagy pedig bármilyen ellenséges tevékenység előkészítését indokolhatják. Tehát ezek a kémkedés kategóriái. A következő fenyegetés szerintem, ugye azok, akiket hackernek vagy hacktivistának kategorizálnék, embereket úgy soroltam ide össze, akik esetleg megtámadnak, szórakozásból támadnak meg mondjuk egy egyéni honlapot, vagy egy céges honlapot, vagy olyanok, akik politikai vagy ideológiai motivációból teszik ugyanezt. És hát természetesen ennek során lehet, hogy kárt akarnak okozni, hozzáférést letiltani, vagy információt lopni. Természetesen a motivációja a hackerek, hacktivistáknak más lehet. Az egyik szórakozásból teszi, egész egyszerűen csak bebizonyítani képes rá. A másik pedig valamilyen politikai vagy ideológiai okból, a technikájuk, a hatás viszont az áldozatokra ugyanaz, vagy hasonló, biztos vagyok benne, hogy itt is ülnek ide vagy oda tartozók, vagy vannak olyanok, akik mindkét csoportba tartoznak. A következő kategóriám a terrorizmus. És a cyber dzsihadistákról is beszélt Jeff, azonban ez idáig a világot talán megóvták a cyberterrorizmustól, eddig még megmenekült a világ ettől, tehát terroristák interneten keresztül fizikai hatást értek volna el. Egyébként szerintem ez nagyjából meglepő, mert hát azért ugye látva mindazt, amit Jeff elmondott, tudjuk, hogy az Al-Qaidában jelentős az informatikai tudás, ki is használják,
kifinomult műveleti dolgokat használnak, nagyon jól értik a cyberbiztonságot, de eddig még úgy döntöttek, hogy offenzív célokra, támadó célokra nem használják azt föl. Talán azért, mert van egy ilyen fixációjuk a vérontással, a közlekedési rendszerekkel, vagy pedig még mindig túl nehéznek tartják azt, hogy hatását tekintve, nagyságát tekintve, látványosságát tekintve inkább ezt szeretnék. Egyébként azt hiszem, hogy a cyberterrorizmusra az önvédelem szempontjából minden országnak középtávon is valódi fenyegetésként kell tekinteni, és nem csak az Al-Qaidára gondolok, hanem sok más csoport van, akik ilyenkor felmerülnek. Az utolsó kategória pedig a cyber hadviselés. Mindenféleképpen egy olyan nagyon lazán használt kifejezés. Én ezt úgy használom, hogy egy állam által elkövetett cselekedet egy annak érdekében, egy másik állam IT infrastruktúráját térdre kényszerítse, vagy leállítsa. Békében, például a szolgáltatás elérési támadás Észtországban, ami egyértelműen ugye arra irányult, hogy a kormányzati rendszereket állítsa le. Ide tartozna egy állam cselekedete egy másik állam polgári katonai rendszereinek a leállításához, annak érdekében, hogy utána támadást indítson. Néhány éve történhetett ez például az oroszok grúziai támadása előtt, és mindenféleképpen a Stuxnet-et említeném még. A Stuxnet számomra két stratégiai fontossága, jelentőséggel bír. Elsősorban ugye úgy tűnik, hogy egy tényleg valódi cyber támadásról van szó, egy ország indította egy másik ország ellen. Másodszor pedig az a tény, hogy olyan vezérlőrendszereket támad, amelyeket nem csak nukleáris anyagok gyártásában használnak, hanem a kritikus nemzeti infrastruktúrákban, víz, áramszabályozó rendszerekben, energiaellátó rendszerek vezérlésében, és amennyire tudom, első alkalommal tapasztaltunk ilyen jellegű támadást. So those for me are the sources of the... Ezek tehát számomra a fenyegetések forrásai. Ugye nem technikai fenyegetésekről beszélek, hanem az emberekről és az általuk elérendő célokról. Mindenféleképpen érdemes lenne átgondolni, hogy kik a játékosok a túloldalon, tehát kik az áldozatok, kik azok, akik a védelemben gondolkodnak, mielőtt elkezdenénk a dinamikáról beszélni. Beszéljünk először az állampolgárról magáról, aki esetleg közvetlen célpontja és áldozatává válik egy bűnös cselekménynek, vagy pedig ártatlan szemlélődő. Elképzelhető, hogy csak véletlenszerűen lopták el a hitelkártya adatait egy amúgy egy vállalat elleni támadás során, vagy pedig hackereknek az áldozatai, akik csak poénból támadták meg őket. Aztán vannak azok a szervezetek, akik az internetet az üzleti célokra használják. Ide sok-sokféle szervezet tartozhat, vállalatok, kormányhivatalok, kormányirodák, jótékonysági szervezetek, bárki, aki az interneten próbál valamilyen kereskedni. A harmadik személyek a védők, az informatikai cégek, a rendőrség, a kormányzati hírszerző és biztonsági szervezetek, akik igyekeznek a legitim felhasználását az internetnek elősegíteni, legitim és biztonságos felhasználását. Mindezek közvetlenül részt vesznek a cyber térben folyó küzdelemben. Szerepük más lehet, motivációjuk más lehet, de ahogy egyébként majd beszélek erről, a viselkedésüket egyébként relatíve szűk motivációs körre le lehet szűkíteni. Tehát nem kezdek el gondolkodni itt a változásról, evolúcióról, ahogy mondtam, hanem lehet látni egy szinten, azt nézzük, hogy mi történik a cyber térben magában, minden egyes új malware fejlesztés valamilyen választ triggerel a számító az iparban, és fordítva van is, minden számító szoftveres fejlesztés valamilyen új lépést generál. Gyakorlatilag sok hacker számára erről szól az egész, poénból csinálják, nincsen igazán nagy céljuk, egész egyszerűen csak be akarják bizonyítani, hogy már pedig jobbak, mint az ellenfeleik, és egyébként is csak azért, mert ezt élvezik. De azonban az ő nagyon szűk horizontjuk talán nem igaz az összes többi játékosra, akiknél a technológia már csak eszköz arra, hogy különböző cselekedeteket hajtsanak végre. Tehát az evolúciós csata a cyber térben nagyjából valódi nyomások és motivációk által vezérelt. Ha a hackerekkel kezdjük,
A bűnözőket gyakorlatilag a kapzsiság vezérli. A hektivistákat ideológia és politika, például a kapitalizmus gyűlölete, vagy Julian Assange gyűlölete. A terroristák, ha meg majd megjelennek ezen a hadszíntéren, akkor őket meg majd az a vágy, hogy kárt okozzanak, vagy mit tudom én, elpusztítsák a nyugati politikai rendszert. A kíberek, a kémek a nemzetbiztonságnak dolgoznak, vagy valami más nemzeti érdeket védenek, talán nemzeti kereskedelmi előnyöket akarnak elérni azzal, hogy külföldi cégeknek a szellemi tulajdonát megszerzik. Tehát mindezeknek az a célja, hogy mindenki a képességét fejlessze és legyőzze az ellenfelet. Ha az áldozatokat nézzük, akkor kétféle motiváció létezik. Az első az, hogy egész egyszerűen használni és támaszkodni az internetre. Ez gyakorlatilag minden szintű felhasználóra érvényes. A hétköznapi ember használja szórakozásra, személyes ügyintézésre, például a banki ügyintézésre. Nagyon cég támaszkodik rá, nagyon sok cég támaszkodik rá üzleti funkciókhoz, ügyfélszolgálattól kezdve folyamatellenőrzésig. Kormányzat pedig hasonló belső folyamatait vezérli, illetve szolgáltatásokra használja a kormányzat. Tehát mindezen szereplők motiváltak lesznek abba, hogy erőfeszítéseket tegyenek a védelem érdekében, természetesen saját szükségleteik szerint, és az, hogy mennyit fektetnek be, az attól fog függeni, hogy milyen egyensúlyt látnak a költség hatékonyság szempontjából. Egyre többször ugye meghatározó, hogy a védelembe mennyit fektetnek. Nem egy könnyű dolog, de nagyon létfontosságú megtalálni a megfelelő egyensúlyt. A második motivációs kategória pedig azoké, akik a kommunikációt működtetik, tehát a kommunikációs infrastruktúrát működtetik az internethez. Ide tartoznak a szolgáltatók, ide tartoznak a kommunikációs cégek, az internet hatóságok, mint az ICANN, a kormányzati hatóságok, mint a rendőrség, az én volt kollégáim a hírszerzés, illetve az IT-biztonsági ipar. És ebben a csoportban azt hiszem a motivációs tényező inkább egyféle szakmai hit, hogy már pedig meg kell védeni az internetet. A felelősség a nemzetbiztonság iránt, illetve a bűn megelőzés, a kémelhárítás, és mások esetében egész egyszerű kereskedelmi érdekek. Tehát ez az a kétféle motivációs faktor a két oldalon, és ami ebből levezethető, az a felismerés, hogy a technikai evolúció a cyber térben mindenféleképpen már úgy kell látni, mint amelyet evolúciós változások indukálnak a szervezetben. Néhány példa. Kezdjük a támadókkal. A cyber bűnözők kifinomult szervezeti struktúrákkal működnek, hogy aztán a struktúrákból pénzt keressenek, technológiát adnak, vesznek egymás között, lopott hitelkártyaadatokkal csencselnek, gyakorlatilag távol tartják a titkaiktól a bűnüldözést, és saját megbízható közösségeket építenek, ami például ugye, amiről Jeff beszélt. Azért elég furcsa lett a bűnözés kapcsán a megbízhatóságról beszélni, de van betyár becsület, és ebben a kategóriában eléggé kifinomult módszerekkel tudják menedzselni ezt a féle bizalmat. És az is érdekes, hogy ezek a technikák, ezek a struktúrák nem csak a bűnüldözés szempontjából fejlődtek, vagy miatt fejlődtek, hanem a legitim ipar is sok szempontból használja őket később. Aztán, amikor nézzük a cyber kémkedésért felelősöket, akkor nagyon egyértelmű a támadások mértékét tekintve, hogy nagyon nagy és komplex szervezet áll a támadások mögött, lehet, hogy nem is egy szervezet áll. Tehát ahhez a sikerhez, amit elérnek, nagy számú emberre van szükség együttműködésben, akik ismerik a célcsoportot, a célt, és képesek levezényelni a támadást. Nagyon precízen kell ismerjük a célt, a célszemélyt, a viselkedését valós időben, hiszen a célszemély maga is folyamatosan változik. Tehát a technikai képességek csak akkor működnek, hogyha egy kifinomult szervezet van mögötte, ami folyamatosan változik. Ha a támadókról átállunk a felhasználókra, a védőkre, akkor az a legkönnyebben ugye azt lehet, hogy föl kell vetnünk a kérdést, milyen kockázattal kell szembenézni az egyes csoportoknak, és hogyan lehet ezt a kockázatot kezelni. Tehát az magánszemélyek, egyének szempontjából ugye a legnagyobb kockázat,
az áldozattá válásból, az adataikat ellopják, a hitelkártya adatait ellopják, vagy egy keyloggerrel a jelszavukat, vagy pedig áldozatává válnak egy hackernek, aki úgy dönt, hogy csak úgy poénból, vagy esetleg valamilyen sérelem miatt támadja meg őket. Ilyenkor egyértelmű ugye a kockázatokat csökkenteni, józan emberi ésszel gyakorlatilag a kockázatot lehet csökkenteni, de szerintem azért nem ennyire egyszerű ám az élet, mert ez talán sok felhasználónak működik, de azért nem fogja megvédeni őket a nagyobb elhatározású támadóktól. Az idősebb felhasználók, mint én, az biztos, hogy én például sokkal idősebb vagyok, mint önök ti itt. Tehát az időseknek ez nagyon-nagyon nehezen felfogható lenne, és mégis nekik kell erre támaszkodniuk, mert különben kizárják magukat az hétköznapi életből. És azt hiszem, hogy ez az embercsoport, akik közel sem értenek annyit a technikához, mint ti, önök itt, azok nagyon támadhatók, nem tudják, hogy hogyan kell reagálni szokatlan eseményekre, nem tudják, hogy hogyan kell felismerni a veszélyt, és ez ezáltal nagyon nehézé válik számukra azért a józan ésszel történő viselkedés. Tehát az egyéneknek nem csak technikai képességeket kell elsajátítani, tehát nem csak a browzolás és az e-mail kezelés, hanem sokkal mélyebb tudás kell, és viselkedés mintát kell elsajátítani. Egész egyszerűen meg kell tanulni bizalmatlannak lenni, ami bármi az interneten van, pedig az életük meg nem erről szól, és nagyon sokaknak ez nehézséget is okoz. Ha most mondjuk foglalkozunk a szervezetekkel, amelyek az internetet használják üzleti célokra, sok különböző kockázat van, legyen az kereskedelmi szervezet vagy kormányzati szervezet, néhány kockázat egyértelmű. Tehát jelentős készpénz vagy pénzveszteséget okozhat, információvesztés történhet egy másik cégnek a kormányzat felé. És egy cég számára ez az információ gyakorlatilag akármilyen szellemi tulajdon is lehet a kormányzat szempontjából, meg minősített információ. Vagy óriási költségeket jelenthet mondjuk például az ügyféladatok kiszivárgása. Aztán ott van a reputáció, a hírnév. Tehát egy interneten kereskedő cég, interneten szolgáltatást értékesítő cégnél például súlyos károkat okozhat. Egy technológia cégnél, amikor bebizonyítják, hogy a saját IT biztonsága küszöb alatti, hát onnantól kezdve már nagyon nehéz lesz saját szolgáltatásait értékesíteni. A kormányzat szempontjából pedig a közvéleménynek a bizalmát áshatja alá. A legtöbb kormányzat manapság nem csak azt tapasztalja, hogy online szolgáltatásokat várnak el a választók, hanem hogy szükség is van ezekre, pontosan a költségek csökkentése érdekében. Aztán ott van a kockázat az üzletvesztésben. Mondjuk egy betámadott vállalati honlap miatt egy támadó katasztrofális károkat okozhat. A vállalat elvesztheti mondjuk a termelőképességeit, hogyha a belső folyamatait támadják. Tehát a kockázatok listája nagyon hosszú, és én azt hiszem, hogy mindenféleképpen értékelendő. Ez kétféle kihívást jelent a cégek számára. Egyrészt az egyértelmű, hogy a technológiát hogyan lehet még jobban megerősíteni. Ez két dolog kell. Biztonságos kell legyen, másrészt pedig megfelelő módon ellenálló kell legyen, tehát hogy például egy szolgáltatás megtagadási támadásnak is ellenálljon. Ez ugye ezek kellenek, talán egy szervezet kiinduló pontjai lennek. Tehát ez a mit tegyünk annak érdekében, hogy ezen változtassunk, de ha a cégek itt megállnak, leállnak, akkor biztos, hogy nem érik el azt a biztonsági szintet, amit akartak volna, és az egész evolúciós felvetésemnek a szíve lelke azt hiszem ez. Mert minél a nagyobb és sokkal komplikáltabb kívás az az, hogy változtassanak a viselkedésükön, változtassanak a kultúrájukon. Ez gyakorlatilag a munkaszinten azt jelenti, a szervezetben dolgozók szintjén azt jelenti, hogy ez lehet a legnagyobb gyengeség, hiszen egy cég lehet, hogy tele van olyan emberekkel, akik egész egyszerűen gondolkodás nélkül bármilyen USB-t bedugnak a gépükbe, az asztali gépükbe, vagy pedig meglátogatnak kockázatos honlapokat. Így aztán pedig az összes
dolgozó szükségtelen kockázatoknak van kitéve. Ez egy nagyon fontos elem, tehát a dolgozóknak az oktatása, képzése, hogy hogyan kell felelősségteljesen viselkedniük a cégnél. Azonban ami még kritikusabb talán minden szempontból, a szervezet vezetésének a részvétele, elkötelezettsége, az igazgató tanács, a felső vezetők, akik sokszor adott esetben ugye vezető köztisztviselők, kormányzati miniszterek, akik az informatikára úgy tekintenek, hogy hát az ott len valakik a pincébe, akik majd foglalkoznak velem. Nem, látniuk kell, hogy ezek már nem ilyenek, az informatika már nem olyasmi, ami egész egyszerűen csak úgy van, aztán majd úgyis majd kezeli helyettem a dolgokat. Fel kell ismerjük azt a tényt, hogy az informatikát felhasználva, így a cégnek nem csak előnyei, hanem hátrányai is keletkeznek, és ezáltal a vezetőknek maguknak is tisztába kell lenni a kockázatokkal, és tenni kell ellenük. Át kell gondolniuk az üzleti kockázatot, talán úgy korrekten, ahogy én az előbb felvázoltam, tájékozott döntéseket kell hozniuk a kockázat csökkentésről. Szóval nem olyan információ, vagy nem olyan döntés, amit csak úgy meghozunk, hanem át kell gondolni. Széles körű cselekvési tervben kell gondolkodni, az adatmentés, mi a veszélyhelyzeti terv, mi történik, ha betámadnak, mit fog csinálni a cég, az első órák hogy fognak eltelni, és mindenféleképpen oda kell figyelniük ezeknek a vezetőknek, hogy a saját viselkedésük is megfelel a vállalat üzletpolitikájának. Tehát ezek azok a szabályok az informatika használatához, aztán maga a vezető nem tartja be őket, mindenféleképpen tisztában kell lenniük azzal, hogy ezzel gyakorlatilag lebénítják a vállalati politikát. Tehát nagy változásra van szükség a vállalat kultúrában. Gondolni kell a külső együttműködésekre. Itt azt hiszem a motiváló erő a kollektív védelem gondolata. Mert nagyon sok fenyegetés, olyan fenyegetés, ami nagyon elterjedt. Tehát az együttműködés, az információ megosztás mindenféleképpen létfontosságú, hogyha a cégek hatékonyan akarnak védekezni. Én tisztában vagyok azzal, hogy ez sok és kényelmetlen kérdést vet föl. Megérthető, hogy a cégek nem nagyon akarják bevallani azt, hogy őket bármikor támadás érte. Nagyon fognak vonakodni ez, de nem hiszem, hogy ez egy megkerülhető kérdés lenne. Egyébként van az Egyesült Királyságban most pontosan munka azon, hogy mechanizmusokat építünk a vállalatokkal, az információ megosztás érdekében, hogy gyakorlatilag úgy osszanak meg információt, hogy közben érzékeny adatokat ne osszanak meg a többiekkel. Hasonló módon van egy nemzetközi dimenziója ennek az egésznek. A cyber tér mindenféleképpen egy transnacionális domén, nem tartja tiszteletben az országhatárokat. Országoknak ugyanúgy kell együttműködni, mint cégeknek, és ez felveti, ugye, felveti tehát azt, hogy nemzeteknek ugyanúgy vannak titkai, amiket nem akarnak megosztani, de meg kell találni ehhez a módszert. Megint attitűd és kultúraváltásra van szükség. Magyarország nagy úttörője egyébként az egésznek. Most nem régiben volt házigazdája elmúlt két héttel ezelőtt a nemzetközi konferencián, Cybertér konferenciának. Kormányzatokkal kapcsolatos utolsó felvetés az az, hogy aktív szerepet kell vállalniuk a cyberügyekben, a közoktatásban, mert a egyéneknek a viselkedése, kompetenciája fontos faktor, tényező a nemzetbiztonságban, illetve a cyber fenyegetettségben. Azonban az átlag szint a tudásban, az állampolgárok körében, fenyegetéssel kapcsolatban eléggé alacsony. És én azt hiszem, hogy ez nagy valószínűséggel nem fog változni, ha nincsen komoly kormányzati fellépés. Ehhez még megint kell evolúciós változás az attitűdben, kormányzati attitűdben, akik egyáltalán nem szoktak ehhez a gondolkodáshoz hozzá. Aztán végül, amikor az evolúcióra gondolunk, akkor először nézzük meg a védőket, azaz a bűnüldözők, illetve a hekkelés ellen védők területét. Nagyon sok cég dolgozik ezen a területen, és ez teljesen nyilvánvaló, és ez nem különbözik semmilyen más cégtől, amely egyébként különböző kereskedelmi stratégiákat dolgoz ki. De azt gondolom, hogy a kormányzati ügynökségek egészen mások, hiszen ezek általában olyan szervezetek, amelyek nagy, hosszú történelemmel rendelkeznek, már az internet előtt is működtek. Ezek olyan szervezetek, ahol különböző struktúrák és módszerek léteznek, amelyek nagyon jól működtek a múltban, de nem működnek jól a mai korban. Aztán vannak emberek, akiknek a tudásuk és az ismeretük nem felel meg az internet kihívásainak, pedig erre lenne szükség.
Én megint csak tapasztalatból beszélek e területen, hiszen a GCHQ, az én szervezetem, nagyon korán kellett, hogy szembenézzen ezzel a kihívással, mert olyan környezetben kellett működnünk, és hát úgy kell leírnom ezt, hogy az én szervezetem volt gyakorlatilag az Egyesült Királyság kommunikációs lehallgató ügynöksége. Úgyhogy én különböző külföldi hírszerzés tekintetében lehallgatásokat végeztünk, ez az, amivel pályám nagy részét töltöttem, úgyhogy már az internet előtti világban is elkezdtünk működni. Aztán ez 10 évvel ezelőtt hirtelen megváltozott, de radikálisan, amikor az internet elkezdte átvenni a kommunikáció egyéb formáit. És igazából technológiai megoldást adtunk erre, és rájöttünk arra, hogy ez nem egészen jó, nem elég jó a technológiai megoldás, hanem magának a kultúrának és a hozzáállásnak kellett megváltozni a szervezetben. Az egész szervezetet át kellett struktúrálnunk az embereket, át kellett struktúrálnunk a műveleti eljárásainkat. És hát ez óriási nagy feladat egy szervezet részére, és ez nagyon sok évet betellett, amíg ezt megoldottuk, és ennek soha nincs vége, hiszen az új világ egyik jellemzője az a folyamatos és gyors változás. Ez egy olyan evolúciós változás, amelyhez minden szervezetnek alkalmazkodni kell, és nagyon sok olyan szervezetet láthatunk, amelyek megpróbálják a problémát csak a technológiai részről megoldani, anélkül, hogy rájöjjenek azon nagyobb változásra, amely a viselkedésben és az ismeretekben rejlik. Azt gondolom, hogy a sikeresek azok lehettek, akik felfogták ennek a kihívásnak a nagyságát és nagyságrendjét. Azt hiszem, hogy ez az elvezet engem az összegzéshez. Én az evolúció metaforáját használtam arra, hogy leírjam azt, hogy mi is történik a cyberspace-ben, hiszen ez egy nagyon jó keretet biztosít arra, hogy a komplex problémát megnézzük. A konvencionális fegyverkezési versenyt azt nem elsősorban a fegyverek, hanem a politikai motivációk vezetik és mozgatják, hiszen ez a hatalom és a felsőbbrendűség iránti vagy érdekében történő harc. Azt gondolom, hogy ugyanez történik a cyberspace-ben. Nagyon sokan vannak itt ebben a teremben, akiket elsősorban technológia érdekel, és nem motiválja őket más. De a fejlemények nagy része, amiről beszéltem, az igenis kihat az egész társadalomra. És ezeket olyan erők vezetik, amelyeket ismerünk a világból tökéletesen jól, mint például a mohóság, a hatalomvágy és a politikai hatalom iránti vágy, és ez meghatározza azt, hogy az internet hogyan fog fejlődni, és hogyan fogják használni emberek, illetve ezek az emberek az internetet, és ez meghatározza azt, hogy tudjuk biztonságosan használni az embereket. Nem gondolom, hogy remény lenne arra, hogy könnyen lehet a cyber fenyegetés ellen felvenni a harcot, hiszen a cyberspace az igazából egy olyan hely, ahol az erők nagyon gyorsan tudják infiltrálni a személyiségünket és a társadalmunkat, nagyon gyorsan be tudnak jutni hozzánk. Ezért ezt egy cyber küzdelemnek nevezhetjük. Köszönöm szépen a figyelmet. I'm happy to take any questions if any arise. Nagyon szívesen válaszolok kérdésekre, ha valaki akar kérdezni. Probably are all ready for your coffee, so I'll locate the session. Vagy mindenki elkészült, már a kávéjára készül, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet akkor.